Üdvözlök itt minden kedves Fallout 4 rajongót, illetve az összes többi embert, aki csak úgy véletlenül ide tévedt, és remélem csatlakozik és marad a videó végéig. Szóval, hoztam egy kis ajándékot a számotokra, és az arra gondoltam, kezdjük is azzal. Megint a hotkey-emet nyomkodtam. Concordról akarok beszélgetni egy picikét számotokra. Most éjszaka van? Éjszaka van. Nem lehetne, hogy nappal legyen? Tudunk valahogy várni, ezt így ülve lehet, nem? Ah, mindegy. Szóval, ugye ahol vagyunk, ez a város, ez a Concord. Elsősorban, amit lehetne mondani, hogy Concordhoz Sanctuary Hill, az az ilyen külváros. Tehát az Concordhoz tartozik nagy eséllyel, vagy legalábbis nagyon így az agglomerációjába tartozik. Tudjátok, mint van Budapest, és akkor szépen magába olvasztotta a környező városokat még. És az az érdekes Concordban, hogy nem csak egy, hanem több olyan utalójel is van, hogy ez a város egy ilyen nagyon nagy, nem nagyon nagy szerepet, de szerepet töltött az amerikai ilyen forradalomban. Ezt onnan tudjuk egyébként nagy eséllyel megállapítani, hogy a városnak a dizájnja az nagyon azon alapszik, amit ott lehetett abban az időszakban megtalálni. Azok a városok, amelyekben fennmaradtak ilyen, például a templom, azokról mintázták. Szóval tipikusan egy olyan városról mintázták, amelyik ott volt abban az időszakban. Illetve itt van a múzeum is előttünk, ahol láttátok, ahol jártunk bent. Nem vittük túlzásba, de itt az egész múzeum jóformára erről a háborúról szól. Tehát látjátok, itt vannak a britek, ahogy ilyen elnyomó vörös ruházatban voltak. És akkor itt meséli végig az egész történetet. Nem is tudom, hogy itt rá tudunk-e nyomni ilyen gombokra, időnként volt. Vagy legalábbis így szólt nekünk itt mögöttünk. Mindegy, nem akarok feltétlenül végigmenni az egészen. Ez túl bonyolult számunkra. Mert nem akarom ezzel eltölteni az időnket. Csak egy ilyen érdekességképpen elhoztam nektek, hogy tudjatok róla, hogy Concord az ebből a szempontból így érdekes. Illetve, hogyha indulunk így a Sanctuary Hill felé, a városunk felé, akkor az a híd, amit ott lát, ami összeköti Sanctuary Hill-t és Concordot, vagy nem is Concordot feltétlenül, hanem részben igen, de hogy ez a rész itt, ez a híd. Itt van egy híd. Igazából ezt a kamionos állomást meg a menedéktombot, Sanctuary Hill-t meg a Red Rocket-et köti össze igazából. De az a híd, az egy valódi hídról lett mintázva, ami szintén a forradalom idejéről származik. Na, most, hogy ezt megbeszéltük, mit akarunk csinálni? Milyen küldetésünk van egyáltalán most? Ja, csatlakozni hozzájuk. Igazából nem különösebben van. Ja, Diamond City-be kéne eljutnunk. Hát akkor figyeljetek, akkor azt hiszem elindulunk Diamond City felé. Akkor ezen nem újjon. Az egy jó kis utazás lesz. És addig úgyis találunk más kis kalandokat. Ilyen egy darab pisztolyunk van, nem? Ah, gumibotunk, vagy renderbot, vagy akárminek is tekintjük. Majd igyekszek még ilyen érdekességeket hozni nektek, meg mindenféle ilyen információt. Csak ja, vannak olyan, tehát hogy hogyan fogalmazok, nem mindegyik van így egy adott helyen, tehát ugye nem úgy szokták, hogy helyhez kötve mesélik el, hanem így egybe az egészet, és akkor az alapján, na hajrá. Illetve én is rengeteggel nem vagyok tisztában. Ezt a részt emlékszem. Hand over the goods. You owe us. I ain't giving you poison shilling chem pushers anything. Do you know what that junk has done to my boy? This doesn't involve you. Megnéztem, van egy ilyen a magyarosításhoz be kell állítani ilyen konfigurációs fájlok között kell állítgatni. Na most nekem az be van állítva, és ettől függetlenül így működik, szóval. Szóval, ja, sajnos valamiért így a néhány szót nem, néhány mondatot nem fog lefordítani. Szóval, ők itt ketten vitatkoztak, ők adják át, vagy nem, ők mondták, hogy a tulajdonos adjon át dolgokat, ő meg azt mondta, hogy nem ad át semmit. Mi meg megfenyegethetjük akár, vagy amit eddig nem szoktam, ez egyszerűen csak kijelentem,
ez a világ hivatalosan kinyalhatja a seggem. Hú! Hú, mi történik itt? Mindig látni fogjátok, amikor rányomok a gyors billentyűmre, hogy ezt esetleg ki akarom vágni. Jó. Mi folyik itt? Eléggé serif kinézetünk van. Trudy said not a pile of goods that she owes me. I tried reasoning with her, but it looks like I gotta take what's mine by force. Wanna make some easy money? Help me out. I could use another gun. Or maybe you think you can talk some sense into her. Kis Trudy. Who's Trudy? See that diner right in front of us? Trudy owns the place. She's converted it into a small shop. I sell her chems, she gives me caps and parts I need. And when her son Patrick had his 18th birthday, I might have sold him some jet, then some more, then a lot more. Now he's in debt. Úgy tűnik nekem, hogy nem kellene megvenniük azt a jet cuccot, és neked nem kellene eladni őket. Eladni nekik. Szemétláda függővé teszed őt. Scumbag, you made him an addict. Yeah, yeah, I've heard it before. Look, he wanted a product, I sold him a product. And I expect to get paid for my product. Now you gonna help us out or what? I'll talk to her. Maybe we can work this out. I appreciate it. If things go sideways, we'll back you up. Általában mindig fogtam és kapásból főbelőttem őket, de hogy most meg akarom nézni egy picit másképpen ezt a lehetőséget. Az ott kérlek szépen srácok a Minutemeneknek a címere, ami a mi címerünk jóformán. Trudy, itt vagy? Fogadjunk, lefeküdtél aludni. Nem, itt vagy. Ja, figyeli őket. Excuse me. I saw you in that poison cellar talking. Well, he ain't getting his money. Period. Oké, okay, hallgassuk meg az ő oldalát is. Why? What's this all about? Oh, that Ken Pusher didn't tell you? He got my boy hooked on jet, sold him a ton of junk on credit, and now he expects me to pay him off. That bastard ain't getting a single damn cap from me. Nézd, pénzzel tartozol nekik. Ha megfizeted, akkor vége az egésznek, mindenki megúszta nélkül, hogy meghalna. You're not dealing with Wolfgang anymore. You're dealing with me. Now hand over your money before this gets ugly. Okay, legyünk pacifisták. Eddig mindig úgy játszottam a játékot, kinyírok mindenkit. Rosszul néztél rám? Nyisd ki a szádat, belerakom a pisztolymat. Most meg pacifisták leszünk. Jó, próbáljuk meg megoldani ezt anélkül, hogy bárki meghalna. Look, you owe them money. If you just pay them, then this will be over. Everyone walks away without getting hurt. All right, I'll pay. But that bastard ain't gonna sell one more drop of jet to my boy. You hear that, Wolfgang? You'll get your damn money, but I better not catch you selling chems to my boy again. Fine by me, Trudy. Your son's broke as shit anyhow. All right, crisis is over. If you're here to trade, step up to the counter. Okay. Na, megoldottuk úgy, hogy nem halt meg senki. Beszéljünk Wolfgang-gel. We get paid and I don't even gotta shoot nobody. Good job. Here. Now how about I show you all the pick-me-ups I have to offer? Ó, most akkor van egy ilyen drogárosunk. Nem érdekel. Not interested. Közben mögöttünk meg valamit szarrá lőnek. Láttatok azokat a nagy vörös fényeket? Szép, éppen atomháborút vívnak ki újra. Igazából nekünk itt sok dolgunk nincsen ezen kívül. Várjátok, beszélgessünk a kisráccal, hát ha itt van. Itt van, Patrick. Hey. Never take a hit at Jed again, I swear. Itching, just itching all over. I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. Oké, úgy tűnik, hogy sok információt nem fogunk tőle megkapni. Azt hittem fogunk tudni beszélni valami kis érdekesebbet, de... Na, ha már érdekességekről beszélünk egyébként ennél, na, oké, beszélni én nem tudok, de remélhetőleg ti megértitek. Mi eltaláltak? Mi az Isten történik itt?
Valami effektek nagyon furán néznek itt. Na, oké, akkor itt jelzek egy ilyet. Szóval, érdekesség a Drumlin vendéglőről. Rengeteg ilyen reklám van ilyen vendéglőkről, de ez az egyetlen, amelyik ténylegesen meg is van jelölve itt a térképen. Ezen kívül, amit még így érdekességképpen találtam, hogy ezt a csávót, hogyha megölitek, akkor ahol ő meghal, az egy ilyen idézőpont lesz banditák számára. Ami furcsa. Szóval innentől kezdve bármikor, hogyha mondjuk őt itt megölitek, akkor itt gyakran lehet olyan eset, hogy banditák jönnek ide megtámadni. Legalábbis úgy néz ki, hogy banditák jönnek megtámadni ezt az éttermet. De valójában ezt úgy adották meg, hogy a csávó, ha meghal, oda egy idézési pontot raknak le. Ami szerintem egyébként egy tök ügyes megoldás, mert hozzá van kötve igazából. Szóval ha nem ölöd meg, akkor soha nem fognak ide kerülni banditák. Jó, szerintem ennyi. Ennyi rendben vagyunk. Hopp, itt egy alak. Hello. Excuse Bob. Me. Need any help on your settlement? Friends say I'm good company. Ez mód. If you don't mind a bad pun now and then. I'll think about it. Ez mód. És ha megfigyeltétek, akkor a karakterünk hangalapon válaszolt, azért, mert akik készítették ezt a módot, azok kikeresték, hogy mely válaszok megfelelőek erre a szituációra. És bevágták a szinkron hangját a csajszinak. Ennél már csak ezt oda tudják fokozni, hogy a mostani ilyen AI technológiákkal, amiket használnak, képzeljétek el, hogy generálnak hangokat karaktereknek. A Skyrimnál lehet nagyon sok ilyet látni, amikor létrehoznak egy új történetet esetleg, vagy valamit, és generálnak a Lydiának, meg a kompanionoknak, a társaknak új mondatokat, amiket tudnak mondani. Raider left leg. Ilyenünk van vajon? Na, meg tudjuk nézni. Szerintem nincs. Azon gondolkodom, hogy lehet vajon felvenni rögtön. Ne kelljen ide jönnöm, mint a régebben lehetett volna. Mert nem csak, hogy mint a régebben lehetett volna, mint hogyha lehetne valahogy. Tényleg ezt múltkor nem vettük fel, de most így nézünk ki. Van egy ilyen kis bőr szíjunk. Rengeteg... Oh, hello! Hát te, Pumpkin. Hi. I've been staying here for a few days now, but I'm running out of food. Do you ez is egy mód lesz. Place close by that's hiring? Kérdezzük meg, mit szól ahhoz, hogy dolgozzon nekünk. What do you think about coming to work for me? That would be okay, I guess. Where's your settlement? Elvisszük a kamionos állomásra, és akkor ott lesz nekünk így társnak. És akkor oda megy. Mondjuk nagyon étel nincsen ott, de majd elkezdünk valamit kitalálni. Szeretek foglalkozni az ilyen kis bázisainkkal. Azok nem kellenek nekünk. Ezt kilútoljuk teljesen. Van egy olyan mód, a Sim Settlementnek hívják, és ilyen automatizálod a feladatokat. Konkrétan a lakosaid, azok gyűjtögetnek, építkeznek, meg megvédik igazából a helyet. De azt gondolom, az eddig is olyan automatikus volt, azt nem kellett sok mindent csinálni. A lényeg az, hogy ehhez adtak egy történetet is. Tehát nem csak ugye, na oké, tudsz építkezni, az cső, hanem van egy csávó, aki végigvezet egy történetszálon. Egy egész külön küldetés sorozatot kapsz arra, hogy hogyan kell építkezni, hogy megtanítsa, hogy miért tanítja meg, hogy mi a háttértörténete a csávónak, és ez mind szinkronizálva. Elég király, majd azt majd el fogjuk kezdeni. Most még egy kicsit korai, mert nyersanyagokban is, meg szintben is azért alacsonyan vagyunk. Aha, jól éreztem, hogy itt lesz valami. A Q-betűt ugye nyomkodva be tudom hívni ezt a nézetet. És akkor így. Hopp, ott jönnek. Vagy jön. Hm.
Dogmeat. Gyere vissza. Mi lett most már a neved? Most már Dogmeat a neve. Akkor odafigyeltek, hogy ne legyen, tehát hogy ne tudd a nevét, ameddig ténylegesen nem tudod a nevét. Az te király már. Az egy tök jó odafigyelés. Tehát szeretem az ilyen kis dolgokat. Egyébként én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy mennyire nagy vagyok, nem férek? Clearly kiférek. Léci. Clearly ki tudok menni azon az ajton. Dogmeat, segíts! Beszorultam! Mama nem tud kimenni. Jó, akkor körbe megyek. És megint láthattátok, hogy jeleztem. Ez nem fog működni, ez a jelzős dolog, hogyha ezt így mindig foglalkozik vele. Megnézem, hogy meg tudom-e oldani, várjatok. Az baj, nem tudom, hogy melyik mód csinálja, hogy melyiket kéne beállítani. A hotkey-ek között nincs ott. Van egy mód, ami ilyen külön hotkey-eket ad. Tehát például, most így nem tudom, hogy ez látszódni fog. Aha, látjátok, megiszunk egy ilyen innivalót. Tehát van erre egy külön gombom. Sőt, ez azt hiszem, ez is egy teljes mód, hogy ezt használhasd. Tehát, hogy ilyen nincs az alapjátékban. Az alapjátékban azt hiszem, csak puff, megetted, az kész, vagy megitted, az kész. Ha jól emlékszem, de javítsatok ki, a tévedek. Nagyon sokat játszottam az utóbbi időben módoltan, és nem tudom, hogy mi van az alapjátékban. Viszont egy újabb dolog eszembe jutott ilyen érdekességképpen, hogy tudjátok, van ez a vac nézetünk. Mindjárt be akarom mutatni, hogy mire gondolok. Ez amikor tudjátok, így oda zoomol, és becéloz valamit. Remélem, hogy itt van ellenség. Aha, van. Ez a nézet, ez a vac nézet, ha jól tudom. Boss, nem hossz. Hossz a neve, és gulifikált. Gulifikált. Ez az egyik gond, nem is gondolat, hanem ilyen... Én értem, de melyikkel lépek ki? Úgy. Ez az egyik olyan bizonyíték, szerűség, ami azt mutatja, hogy lehetséges, hogy mi amúgy szintek vagyunk. Erről nem tudom, hogy beszéltem a múltkori akkor. Hello! Ő nem ellenséges. Azt hittem ellenséges. Ritka az ilyen mutánsok, akik nem ellenségesek. Értem. Legjobb tudomásom szerint az alap Fallout 4-ben, a DLC-kkel együtt, egyetlen egy ilyen barátságos mutáns alak van. Nem jut-e? Supermutáns, azt hiszem az a nevük, Supermutant. És ő egy módhoz tartozik. Nagyon sok egyedi, érdekes karaktert raknak be a világba, akiket be tudsz így, fel tudsz venni magadhoz, hogy dolgozzanak neked. Azt hiszem, talán magaddal is tudod vinni őket, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Viszont az biztos, hogy... Nem beszélgetni szeretnék. Az biztos, hogy semmi érdekes dolgot, így küldetést, meg hasonlókat nem adnak. Nem egy olyan társak. Hello. Hula. Atom Green Ranger. Atom Road Run. Googles. Ezt levesszük, ez jól néz ki. Ő ilyen vallási személy. Minuteman outfit. Ez armornak számít. Gearsetnek. Hát ezt felveszem, akkor kénytelenek vagyunk ezt viselni. Azt hittem, hogy ez sima ruházatnak számít. Menjünk akkor intelligencia továbbra is, smackküldjük maximumra, alapvetőleg amúgy maxolhattam volna akár. Akkor lehető legtöbb XP-t kapom folyamatosan. Ma folyamatosan beszélek ilyen érdekességekről. Majd lehet végig fogok nézni újra egy ilyen... Van ilyen több órás konkrétan YouTube videó, ami ilyen Fallout érdekességeket mond. Nem is érdekességek feltétlenül, mert inkább ilyen lore, ilyen háttértörténettel kapcsolatosak. Ó, itt van ő is. Ez is páncélnak számít. Mert próbáljuk ki, hogy... Aha. Viszont amúgy jól néz ki. Nem néz ki rosszul, azt kell mondjam. Ja, egész jól néz ki. Mi van a nyakában? Ja, tetoválása a csajszinak. Vannak tetoválásai a csajszinknak. Ezt tökre el is felejtettem. Raktam neki tetoválást. Tudom, hogy szeretnétek ruha nélkül látni, hogy lássuk, milyen a tetoválás. Nem.
Nem kapjátok meg a csajszimat. Ne is gondoljatok erre. Hopp, hát te. Ott egy madár. Szegény madár. Megmentettem. Ez nem egy settlement ez is egyébként. Itt aztán radioaktivitás van. Azt még lehet, nem akarom vállalni. Ez nem egy settlement? Nem. Ez nem egy settlementnek számít. Gondolom a radioaktív cuccok miatt nem annyira. Nincs, nem szereztünk ilyen radioaktivitás ellenálló dolgokat? Buffot, erő, nem, psycho, mentas, cigarette, nem. Cigizni lehetne cigizni. XP-t kapnánk érte, bónusz XP-t. Ott az gyorsban. Nem, így csináljuk, és akkor... Meg tudom nézni, ott egy könyv. Ezt is. Stalkerhood. Child Atom Longsreg. Ashland Right Leg. Ezeket mind elvisszük. Itt van egy ilyen szakértő. Itt lehet, hogy tudnánk infókat, hogy mi történt itt, de... radioaktivitás ki fog nyírni. Ha, és ez nem egy... Aha, ezt vettük fel. Hát, ez elég kocsmányul néz ki. Viszont... nem... ezt alulra lehet venni. Ló, várjatok. Ja, de ez is ilyen klótnak számít. Ez az alap voltos ruhánk. Armol. Ez a bal lábra való... vagy jobb lábra, ez a bal lábra, ez föl úgy... és akkor a Minuteman... Stalker Hood... és akkor így nézünk ki. Hát nem tudom. Ja, a Minuteman ruha annyira nem tetszik. Ott alul nem annyira látjuk, de ott az a... az a cipős dolog, az a jobb oldali. Hát az se egy nagy darab páncélnak tűnik. Mondjuk jobban, szerintem jobb védelmet nyújt, mint ez. Itt viszont maradunk a Minutemenesen. Így. Ez szerintem jól néz ki, egy picit olyan szedetvedettek vagyunk. Illik még a játék elejéhez. Én... hú, srácok, nagyon kő... Az egy bomba volt ott lent? Nagyon kőkeményen bele tudom így szerepjátékozni magam. Tehát mondom, direkt készítettem a karaktert így tovább, ilyen sérüléseket az arcára, hogy oké, most már mit tudom én, egy hónapja. Valami berobbant. Valaki ki is esett onnan. Mit hallok? Ó, gumi beszorult oda. Valami bombába beleléptem. Hooded Cleansail Veil. Ez az a fajta ruha, és szerintem kapucnival együtt. Na jó, szerintem most már átnéztük ezt a helyet, tehát menjünk tovább. Várjatok még ide. Tanulját nem akarom megnézni, azt hiszem nem néz ki jól. Itt is van egy alak. Nuke gránát, kaja. Right leg, páncél. Ez nem fog kelleni. Ó, ezek friss nyomoknak tűnnek. Fire support, kaptunk egy küldetést. Ezek mutatnak még nekünk valahova, vagy... úgy azon gondolkodom, hogy tudjuk-e követni esetleg. Hogy kikölhették meg őket ott. De szerintem semmi extra. Ha csak itt előttünk nem lesz valahol ott. Nem látok itt. Nagyon sél, akkor az úton ment. A mai nap még nem jutunk el Diamond City-be. Túl sok minden van. Mondjuk ezért szeretem ezt a fajta játékot. Az ilyen fajta játékokat, mert így elmész valamerre, és van ott minden. Ott van tartalom, általában. Szóval, belekezdtem egy olyanba, hogy szkeptikus vagyok a Starfield-del kapcsolatban. Főképp amiatt, mert hogy a Fallout 76 az nem lett olyan jó.
A Fallout 4-jel az eredeti Fallout 3-as és az előtte lévő Falloutosok, ők úgy egységesen nem voltak vele elégedettek. Én elégedett vagyok vele, de nekem ugye ez az első ilyen komolyabb Falloutom. Hozzáférhetetlen. Oké, okay, erre biztos lesz valami. Meg valakik. Még benne biztos, hogy 100%-osan ezt most beszeretnénk menni. Csak bejelölni. Nem akarok senkivel harcolni, csak eljöttem megjelölni ezt a helyet. Jajjaj! Hű! És köszönöm, a némelyik ghoul ebben a játékban ijesztőbb. Te ezek jól bírják. Hát még az, hogy fogja bírni. Oké, nem dobtam el semmit. Oké, nem. Ezek itt, ezek nem azok a gullok, amiket mi keresünk. Pláne páncél is van rajta. Mondanom se kell, hogy ezek is módoltak, azt hiszem. Au! Jajjaj. Nem. Oké, mentünk egyet. Mert nagyon sok mindent csináltam ahhoz, hogy most csak úgy meghalljak. Elég ciki lenne. Mi lenne, srácok, ha ezt megbeszélnénk? Annyira gyenge fegyverem van még így az elején. Kellett volna felvennem valami másik fegyvert még. Viszont... Hú, vettünk mi fel itt más fegyvert? Vicceltek, van itt mindenünk. Hó! Van ez lőszerünk, hát akkor... Hello! Ezek így is jól bírják. Dogmi, segíts! Úgy drogozunk, srácok. Oké, végre. Azért bírták ennyire, mert katonai páncél van rajtuk. Látjátok, ez már nem bírt olyan jól, mert ezen viszont már nem volt. A másik meg belelépett egy aknába, ahogy néztem. És megsemmisült. Abszolút megszűnt létezni. Hopp, hello. Ez a baj azzal, hogyha csak full intelligens vagy, de amúgy nem értesz a fegyver használathoz. Ezért mondjuk elég jól néz ki hátulra. Milyen fegyvereink vannak még? Ja, van shotgun. Jó. Ezt nem fogjuk használni, a pisztoly lesz az egyes. A kettes lesz a gépfegyver, a négyes lesz a mesterlövész, és a hármas a shotgun. És akkor így fogjuk használni, hát nézzetek. Hopp, de megijedtem tőled, Dogmit. Ha minden igaz, a kutya nem tud meghalni, csak én magam nem végzem ki. Erre kell mennünk, itt van egy rendőrség, ezt bejelöljük. Azért jó ezeket jelölgetni, mert akkor gyors utazásba tudunk menni. Jó, ezt még jó, nem kerüljük el. Menjünk, segítsünk nekik. Használjuk ezt. Ah, mondjuk ezt újra kell húzogatni mindig, ez maximálisan csak... Nem, nagyon nem állunk erre a helyre készen. Tudjátok mit? Erre majd ide még visszatérünk. Majd megoldják maguktól. Á, nem. Úgy törnénk akkor a hangulatot az előrehaladásunkkal. Jajjaj! Az helyzet, őket földre küldték. Nekem kéne az összeset elintéznem. Jó, a csávó fölkelt. Mindjárt földön lesz újra.
halljál meg. Oké, meghalt viszont. Kupak, fusion, laser rifle. Oh, ez fájt. Mármint nekem, nem a karakternek feltétlenül. Hogy halt meg itt a csávó? Milyen hangok voltak? Hol van az a lézeres puska? Szerintem az jó lesz. Az erősebbnek tűnik ezek ellen. Na, most megismerjük Paladin Dance. Üdvözletem. Hey. We appreciate the assistance, civilian. But what's your business here? Mielőtt válaszolnék, elárulnád, hogy te ki vagy? Hát igazából nem kell. I'm just igazából trying to survive out here. Túlélni. Like everyone else. The way you charged in and engaged those ferals, I find that a bit... Ó, nagyon hősies voltam. Beröntem, észrevettem, hogy veszélyesek, és elfutottam. Jó, mondjuk el. I'm from Vault 111. You're a vault dweller? Most people wouldn't admit to such a thing. I appreciate your honesty. Oh, again, if I appear suspicious, it's because our mission here has been difficult. Since the moment we arrived in the Commonwealth, we've been constantly under fire. If you want to continue pitching in, we could use an extra gun on our side. Nem akarok ilyen zsoldos-szerű karakter lenni. Ő ilyen segítőkész, és pacifista karakter lesz most. Oké. I'll continue to help, but you owe me an explanation first. Very well. I'm Paladin Dance, Brotherhood of Steel. Over there, describe Halen. Amúgy végre egy névem jól hangzik magyarul is. But I'm down a man and our supplies are running low. I've been trying to send a distress call to my superiors, but the signal's too weak to reach them. Sir. If I may. Proceed, Halen. I've modified the radio tower on the roof of the police station, but I'm afraid it just isn't enough. What we need is something that will boost the signal. Our target is ArcJet Systems, and it contains the technology we need, the deep range transmitter. We infiltrate the facility, secure the transmitter, and bring it back here. So what do you say? You willing to lend the Brotherhood of Steel a hand? Micsoda ilyen gyakorlásrácok ez így mindenkinek. Tehát hol magyar, hol angol. Tehát a folyamatos váltogatás miatt folyamatosan gyakoroljátok. Oké, okay. Ki a Brotherhood of Steel? Ki az acéllégió? Our order seeks to understand the nature of technology. Its power. Its meaning to us as humans. And we fight to secure that power from those who would abuse it. Félre nyomtam. How did mankind abuse technology? Before the Great War, science and technology became more of a burden than a benefit. The atom bomb, bioengineered plagues, and FEV are clear examples of the horrors that technological advancement. We're here to make sure that never happens again. So a technológiát lotok és megtartjátok magatoknak. Igen, nekem is ez jött át ebből a beszédből. Ez csak egy szebb megfogalmazás annak, hogy elvesztek mindent, amihez hozzáértek. Hűha! Your cause seems noble. I'm pleased that you agree. There are very few, outside the Brotherhood, who appreciate the gravity of the situation we're facing as a species. So, what do you say? Will you help us? Van több ilyen csoport a Fallout világában, akikhez tudunk csatlakozni. A legelsők például, akikkel találkoztunk, a Minutemenek, ők az a csoport, akikhez igazából bárkihez csatlakozol rajtuk kívül, mindig is tudsz csatlakozni a Minutemenekhez. A másik csoportok, például az egyik, amivel most találkozunk, ez az Acél Légió, ők hozzájuk tudunk majd csatlakozni, de akkor viszont nem tudunk egy másikhoz csatlakozni. Tehát így választani kell, hogy kivel akarunk így együtt lenni. Én a mondó vagyok, megismerkedünk mindenkivel, aztán majd úgy, nem tudom, majd döntünk. Van egy ötlet, hogy kikkel akarok lehetséges lenni, mert sose voltam velük, és elég erőteljesen módolva van az ők kampányuk. Igen, már egy pillanatot. Éppen beszélek, nem zavar? Paladin? Dance? It's a good plan. If we make it back. I can assure you that I wouldn't undertake this mission unless I had confidence in your abilities.
Dogmét talált valamit. Halen, take Reese inside and bind his wounds. Yes, sir. Reese, once you're on your feet, I want you to make certain the perimeter. Gyógyszereket mellőle. All right, civilian. It's time to prove your worth. Head into the police station and resupply yourself. Then let me know when you're ready to begin. Let's move out. Okay, be kell mennünk, azt mondta, hogy menjünk be, gyűjtsünk felszerelést, aztán indulhatunk, amikor készen állunk. Fire support! Ezzel elérkeztünk ennek a résznek a végére, remélem találtatok olyan dolgokat, vagy nem is, inkább hallottatok olyan dolgokat, amiket még nem hallottatok, és remélem jól szórakoztatok, remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. Nagyon remélem, mindent nagyon remélek. Illetve, hogyha tetszenek ezek a videók, akkor gondolkozzatok el azon, hogy támogassátok a csatornát. A legközelebbi videóig pedig, sziasztok!